Szépen gyűlnek a pénzadományok második Rákóczi Ferenc Borsi Mászobrára, amelyet a múlt héten elloptak, de három darabban előkerült. A hétvégén szlovákiai és magyarországi szobrászok érkeznek Borsiba a károk felmérésére. Hétvége folyamán fel fognak keresni egy neves kassai, képzőművész szobrászcsoport, csoport, és megnézik, hogy esetleg el tudják-e vállalni, és természetesen felértékelik, felbecsülik a munkának ugye majd az értékét, mert ez egy nagyon fontos tényező. Majd a Képzőművészeti Egyetem szobráztan székéről Budapestről, és megkértük őket esetleg, hogyha megnéznék. A szobor helyreállítására a Magyarországi Sátoralja új helyi polgármestere Szamos Völgyi Péter hirdetett meg gyűjtést a helyi önkormányzat nevében. A felhíváshoz azonnal csatlakozott a Borsi székhelyű második Rákóczi Ferenc polgári társulás és a magyar közösség pártja ez közös ügyünk, és mi is részt veszünk az adománygyűjtésben. Minden egyes rendezvényénken, ezen helyi szervezeteken, tagságainkon keresztül úgy helyi járási, mint országos szinten szeretnénk bekapcsolódni. Minden embernek köszönjük, aki úgy dönt, hogy, hogy hozzájárul a II. Rákóczi Ferenc szobrának a helyreállításához. Lackó Lajos örömmel újságolja, hogy a világ számos pontjáról érkeznek kisebb-nagyobb felajánlások. Nagy-nagy intenzitással, sőt, még Svájcból is jelentkeztek, hogy támogatni akarják. Nagy öröm ez. ez, ez. Tehát emellett a sok, hogy is mondjam, hektikus, sávált időszak után egy ilyen kis optimizmus, tehát ez nagyon-nagyon lelkisítő tud lenni. A patinás bronz mászobor múlt héten pénteken tűnt el talapzatáról. Néhány órával később a rendőrség megtalálta a Bodrog Szentes parkjából ellopott bronz szobor társaságában, három darabban, egy borsi férfi garázsában. A helyiek nem tudnak napirendre térni a történtek felett. Az a sajnos, hogy ellopták. No de az, hogy hogy Borsi közre játszott. Na most, hogy nem ő lopta el, csak ott dugták el, vagy ő akart, az, az már mellékletes, de hát sajnálatom értem. Ez a család el van annyira ítélve, akik ezt elkövették, hogy és ez a falunak a véleménye a szobrot a tolvajok színes filmkereskedésbe szánták. A több mint száz éves, nehéz időket megélt értékes műemléket valószínűleg csak néhány óra választotta el a beolvasztástól. Elismert szakemberek szerint a feldarabolt emlékmű újraöntés nélkül is restaurálható. Így továbbra is Mayer Ede művének lehet majd tekinteni. Ezért eszmei értéket továbbra is felbecsülhetetlen. Lackó Lajos, a második Rákóczi Ferenc polgári társulás elnöke minél előbb eredeti helyén szeret látni a szobrot, de a minőségi munkát tartja elsődleges szempontnak a felújításnál, nem pedig a gyorsaságot. Az már most előrelátható, hogy a helyreállítás feltehetően hosszadalmas folyamat lesz. A március 24-én megrendezésre kerülő, az erdélyi és magyar fejedelem születésének évfordulóját felidéző emlékünnepéjen egy Mányoki Ádám festmény áll majd az ellopott és csodával határos módon előkerült szobortalapzatán.